Véna kitapintása a helyi rendőrkapitányság kéklámpás elnevezésű véradó akcióján. Mentők, tűzoltók, rendőrök, polgárőrök és civilek egyaránt csatlakoztak ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek célja a véradás fontosságára való felhívás volt. Az önkéntesek többsége rendszeres véradó. Mindig szükség van véradókra, meg mindig szükség van vérre. Rendszeres véradó vagyok, és amikor van lehetőség véradásra, akkor mindig megyek vért adni. Mert soha nem lehet tudni, hogy kinek van szüksége éppen a véremre, illetve a vérünkre, vérkészítményekre. Ezzel is tudok a magam szerény módján segíteni bajba jutott embereken. És végülis nekem ez nem kerül semmibe, meg nem is túl nagy erőfeszítés. Én is kaptam már vért, úgyhogy most egy kicsit törlesztek. Két célra is. Hát egy az egészségügynek segíteni, hogyha ugye vére van szükség műtétek esetén, illetve a másik pedig, hogy a véradás után jobb az ember közérzete, az embernek a saját vérét is frissíteni kell, tehát teljesen jót tesz a szervezetnek, én úgy gondolom. Német Miklós, a közlekedés rendészeti osztály vezetője maga is adott vért. Elmondta, a kéklámpás véradásnak nagy hagyománya van városunkban, hiszen 3 éve már, hogy tavasszal és ősszel is megrendezik ezt az akciót. Hozzátette, bízik abban, hogy a vérellátó állomás továbbra is számíthat a rendvédelmisek segítségére. Arra számítunk, hogy a jövőben is tudjuk folytatni ezt a véradást. És hogy minden ősszel és minden tavasszal itt a Dunai Kapitányságon számíthat arra a véradó állomás, hogy 30-40-en hozzájárulnak mások gyógyulásához. Fett Katalin, a Dunaújvárosi Vöröskereszt területi vezetője elmondta, a kéklámpás összefogásnak sokkal nagyobb hordereje van, hiszen több intézményt vonnak be az akcióba. Ez egy jófajta szlogen lett, hogy kéklámpás véradás, ugye nyilván ide tartoznak ugye a mentők, tűzoltók, és hát egy picit ugye a polgárőrök is. Nagyon fontos, hogy ez is egy ilyen összetartozás, és akkor az egyik a másiknak segítségére sietve, mert sajnos külön-külön ezeknél az intézményeknél nincs meg az a megfelelő létszám, hogy a kiszállásos véradással meg tudjuk ezt oldani. Az önkéntes véradási akciók folyamatosak Dunaújvárosban. A következő véradási lehetőség szeptember 20-án, kedden reggel 8 órától lesz a Rudas Közgazdasági Szakközépiskolában.